Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntök a világ minden tájáról, többek között az óceánatúról is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a PPH, a Nyílt Akadémia közös rendezvényén. Én Szedlacsikné Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül, ezért a képzések is tegeződve zajlanak. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Én már több mint 5 éve ismerem személyesen, és azóta részt veszek a képzésein is, megtapasztaltam, hogy Szedlacsik Miklós mesterkócs képzései által folyamatosan és hatékonyan fejlődést érhetünk el. Számomra egy példakép, akit érdemes követni. Csak olyan dolgot tanít, amit használ is, felelősségteljes és kötelességtudó tanító. Számára fontos mások fejlődésének elősegítése, tudásával és előadásaival, tapasztalataival hatékonyan segíti az embereket, hogy az élet minden területén hely tudjanak állni, jól tudják működtetni a szeretetet, boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek, és ezáltal eredményes lelki fejlődésen menjenek keresztül. 1984 óta él boldog házasságban, kiegyensúlyozott család életük van, és ebben is példát mutatnak. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik emberekkel, és van saját szervezésű csapata. Átlagemberként kezdte, és az élet vezette a mostani útjára, nyitott a spiritualitás felé. A PPH több mint 10 éve jól működő spirituális szervezet, közösség. A Nyílt Akadémia létrehozásával nagyon sok ember fejlődésében segített már. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Sikerének titka, hogy olyan tevékenységet végez, ami az emberek javát szolgálja. Korábban az anyagi területen is sikereket ért el. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett volna piacvezető egy szervezet. Vezetők több médiumi képességgel is rendelkezik, többek között teremtőjétől kapja a válaszokat és az információkat. Küldetése az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét együtt vagyunk. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy érzitek ebben magatokat ebben a szuper világban? Jó? Helyes, jó. És a többiek? Mármint úgy az emberek, hogy látod? Hát azok nem. És ugye akik itt vannak és el tudják mondani azt, hogy jól érzik magukat, akkor vajon miért tudják ezt elmondani? Mert itt vagyunk. Ez az, azért, mert itt vannak. Tehát azért, mert más emberek közt vagyunk. Nem lehet, hogy ezért érezzük jobban magunkat, mint az átlag. Tehát itt jóval magasabb a hangulat, mint máshol, mert ugye más emberek vannak itt. Miben mások? Hát miben mások? Tehát másként gondolkodnak dolgokról. Na nézzük meg, hogy miről, jó? Hát ugye nekünk van egy közösségünk, egy növekvő közösség. Azt mondja, hogy 11 éve növekszik ez a típusú közösségünk, és ez egy olyan közösség, ami, nézzük meg, hogy milyen, különbözik a többiektől, mert van egy közös célunk. Tehát mindnyájunknak van egy közös célja, aki itt van. Keressél még olyan szervezetet,
amelynek van egy közös célja. Méghozzá nem kis cél, hanem nagy cél. Én életemben még nem találkoztam olyan szervezettel, rajtunk kívül, amelynek volt egy közös célja, és azt az egy közös célt minden ember magáinak vallja valamilyen szinten. Van, aki kevésbé, nagyon, van, aki nagyon-nagyon, de lényeg az, hogy mindenki ezt a célt nem csak, hogy magának vallja, hanem mivel cél, szeretné is elérni. Na nézzük meg, hogy mi ez a cél, jó? Tehát ez a cél az, hogy 2035-re aranykor legyen. De mi kell ahhoz, hogy 2035-re aranykor legyen? De nézzük meg először is, hogy mi az, hogy aranykor. Egy elnyomásmentes társadalmi forma. Tehát olyan jelen pillanatban nem tud lenni, hogy elnyomásmentes társadalmi forma, ugyanis a bolygón minden ötödik ember elnyomó. És míg az emberek nem értenek ahhoz, hogy hogyan találják meg a környezetükben az elnyomót, illetve hogyan kezeljék az elnyomót, sőt, hogyan távolodjanak el az elnyomóktól, addig az ember nem tud, tehát a szociális ember, tehát a négyötöd sajnos nem tud olyan fejlődést elérni, amit elérhetnének. Tehát ameddig elnyomók léteznek, addig nincs az emberek számára dinamikus fejlődési lehetőség. Ezért csinálták azt, hogy régen, akik fejlődni akartak, azok elvonultak. Teljesen elvonultak a társadalomtól. Tehát olyan társadalomban nem lehet fejlődni folyamatosan. Hogy lehet fejlődni? Így. Tehát nem lehet úgy fejlődni folyamatosan, ahol folyamatosan elnyomást kapsz, illetve ahol az emberek folyamatosan elnyomást kapnak. Márpedig kitől kapnak elnyomást? Az elnyomóktól. És ugye az a baj, hogy a szociális emberek is elnyomoskodnak. Hogy? Úgy, mikor kap egy elnyomást, egy elnyomótól, akkor továbbadja az elnyomást. Ezért nagyon nehéz megállapítani, főleg ismeretek nélkül, hogy kik az elnyomók. De az ember ismeri a szabályokat ezzel kapcsolatban, akkor könnyen, viszonylag könnyen meg tudja állapítani arról a szeméről, vagy a személyekről, hogy ő valójában most annak hatására elnyomoskodik, hogy elnyomják, vagy a bóvó, tehát úgy magától van egy ilyen belső indítatása, hogy a környezetében lévő embereket elnyomja, márpedig az elnyomók azok így működnek, hogy van egy ilyen belső indítatása, egy ilyen gyerekkorból származó belső indítatás, hogy ő elnyomja a környezetét, illetve a környezetében lévő embereket. Tehát lényeg az, hogy régen úgy küszöbölték ki az elnyomókat, hogy elvonultak. Olyan környezetbe vonultak, ahol nem voltak elnyomók. Tehát mióta ez az emberiség van, minden ötödik ember elnyomó. Tehát ez a szám, ez az arány, ez nem változik. Nem változott az évszázadok, sőt az évezredek során sem. Ezáltal, ha megnézed, az emberiség szellemi fejlődése az ilyen. Tehát némi nemű fejlődést láthat, utána visszaesnek. Fejlődnek, visszaesnek. Fejlődnek, visszaesnek. De az egész társadalomra nézve ugyanúgy működik, ahogy az egyének fejlődnek. Na most én létrehoztam egy elnyomómentes közösséget.
2011-től alakult ez ki, de mikorra? Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 7-8 év. Benn már nincsenek elnyomók. Tehát ugye én régóta építek közösséget, de előtte nem ilyen típusú közösséget építettem, hanem anyagra épülő közösséget, és hát ott ugyanúgy megjelentek az elnyomók, és minden ötödik ember elnyomó volt. De mióta elkezdtünk a szellemiséggel foglalkozni, azóta kimaradtak azok, akik hajlamosak voltak az elnyomásra, sőt, azok is kimaradtak, akik szociális emberként elnyomoskodtak, és maradtak azok a személyek, illetve azok jöttek, mert ugye a többségben azok vannak, akik túlnyomó többségben, akik azóta jöttek, akik nem elnyomók. És ezáltal, mivel én szinte kizárólag olyan emberekkel kommunikálok, akik itt vannak, ezáltal ugye azok, akik hasonlóképpen működnek már, hogy szinte kizárólag azokkal kommunikálnak, akik itt vannak, azok tudnak fejlődni. Mert nem kapnak ebben a környezetben elnyomást. Igen ám, de neked van egy életed. Egy olyan életed, mint az átlag embereknek. De lehet, hogy te nem átlag ember vagy, hanem átlag fölötti, de akkor úgy is mondhatnám, mint az átlag fölötti embereknek. Az azt jelenti, hogy az átlag alatti emberek is, az átlagos emberek is, meg az átlag fölötti emberek is ugyanezt az arányt kapják, hogy a környezetükben ott vannak az elnyomók. Márpedig minden ötödik ember az elnyomó a környezetedben is. Akár tetszik, akár nem, akármilyen jó ember valaki, akkor is ott van a környezetében, ott vannak az elnyomók, csak nem tudod őket megállapítani, hogy most konkrétan ki lehet az elnyomó. Valami sejtésed van, biztos, de megállapítani nem tudod, mert arra konkrét módszer van, hogy hogy kell megállapítani. Szóval a lényeg az, hogy én nekem elegem volt az elnyomókból, ami annyit jelent, hogy nagyon sok elnyomást kaptam. Ugye egészen mondhatjuk azt, hogy 2008-ig, tehát 8-ig, és onnantól határoztam el, és elkezdtem megvalósítani azt, hogy kell egy olyan környezet, ahol az ember mentesül az elnyomóktól. Teljesen mentesülni nem tudsz, mert van egy állami hatalom. És vannak jogszabályok, törvények, stb. Rendeletek. De az a nem mindegy, hogy a környezetedből kapsz elnyomást vagy sem. Tehát az a nem mindegy, hogy a mindennapokban kapsz elnyomást, és milyen sűrűn kapsz. Márpedig te mondjuk egy munkahelyen dolgozol, vagy létrehoztál munkahelyet, most ebből a szempontból mindegy. És ha te szuper vagy, aki létrehozott egy munkahelyet, és pár emberrel dolgoztál, akkor lehet, hogy ki tudtál választani olyan embereket, akik nem elnyomók. De a kollégáidat, ami azt jelenti, hogy ha egy munkahelyen dolgozol, nem tudod kiválasztani. És én nem nagyon láttam olyan, mondjuk, interjúoló alkalmazottat, aki felvételiztet. Én nem láttam, nem nagyon láttam olyat, hogy értene ahhoz, hogy hogyan szűrje ki, hogy valaki elnyomó vagy sem. Márpedig felvételkor nem lehet kiszűrni, hogy valaki elnyomó-e vagy sem, hanem majd akkor lehet kiszűrni, hogy valaki elnyomó vagy sem, hogyha már együtt működik az emberrel. Oké? És ezáltal ugye a munkahelyeken egyszerűen kizárt
hogy előre kiszűrjenek olyan embereket, akik nem elnyomók. Na most már pedig, ha te olyan emberek közt vagy, ahol minden ötödik átlagosan elnyomó, akkor ez azt jelenti, hogy ezzel kapcsolatban van egy szabály. Ott az emberek nem boldogok, ahol jelen van az elnyomás, mert az elnyomók bőszen tevékenykednek azon, hogy ne legyél boldog. Világos ez? Tehát nekik az ad örömöt, hogyha te rosszul érzed magad. Világos ez? Hát így működnek automatikusan ilyen ösztönből, de nem így születtek, csak mondanám, mert nem így születtek, hanem olyan mértékű elnyomást kaptak gyerekkorban, hogy ezáltal lettek elnyomók. Persze vannak olyanok is, akik nem gyerekkortól elnyomók, hanem felnőtt korban alakult ez ki, de ez ritka. Tehát ez ritka. Szóval lényeg az, hogy tudom, ezzel kapcsolatban vannak szabályok. Például valaki teljesen jó szándékkal elmegy dolgozni egy olyan munkahelyre, ahol neki elnyomói tevékenységet kell végeznie. És ezt mondjuk lehet ez egy rendőrség, vagy egy katonaság, vagy egy adó ellenőrzés, adóosztály, stb. Stb. És ha két évig csinálja az elnyomóskodást, onnantól kezdve elnyomó. Oké? Tehát egyszerűen beivódik az ösztöneibe az elnyomóskodás. És onnantól kezdve úgy kezd el működni. Tehát ezért, hogyha valakinek van egy olyan gyereke, aki éppen pályaválasztásban van, ilyen munkahelyre még véletlenül sem menjen el. Jó? Tehát ne támogasd a gyerekedet, hogy ilyen munkahelyre menjen dolgozni. Jó? Tehát lényeg az, hogy még egyszer mondom, a legfontosabb szabály ezzel kapcsolatban az, hogyha az emberek nem boldogok, azért nem boldogok, mert az elnyomók bőszen dolgoznak azon, hogy ne legyenek boldogok. Világos ez? És ezért ugye mi a megoldás? Hát vagy az a megoldás, amit a évezredeken keresztül csináltak emberek, hogy fogják és elvonulnak a világtól. Most is csinálnak ilyeneket. Hogy fogják és elvonulnak. Mit tudom, elmegy egy tanyára családjával. Érted? És akkor próbálja magát elszeparálni a külvilágtól. Igen, de az a baj, hogy nem tudja teljesen elszeparálni magát a külvilágtól, és nem tanulta, hogy hogy kezelje, ha találkozik az elnyomókkal, vagy éppen egy szociális személy elnyomoskodik vele szemben per pillanat, mert hogy éppen őt is elnyomták. És akkor gondold végig, hogy tudás nélkül az emberek vajon hogyan kezelik ezeket a helyzeteket, és mit lehet tenni, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, mert pedig azért nem érzik, még egyszer mondom, az emberek jól a bőrükben, mert elnyomják őket. Oké? Na most ezért ugye létre kellett hoznom egy közösséget. Ez a kellett, ez szó szerint ér, mert ugye most kezdtünk el egy képzést az energiákról, és ugye a szemeszterünk is energy coach képzés, tehát mi a coach? Ember és életjobbító, tehát energia coach magyarul, és maga az energiákról az emberek nem sokat tudnak, pedig illő lenne, jó lett volna, ha tanították volna mondjuk az iskolákban, általános iskolákban az energiáknak a működését. És ugye most egy olyan képzésünk van, ahol az ember megtanulhatja, ismeretet szerezhet arról,
hogy miért született le erre a bolygóra. Ki miért született le erre a bolygóra, tehát ki miért született erre a bolygóra. Tehát nem csak a sajátját tudja meg az ember, hanem meg tudja majd állapítani bárkinek, hogy miért született le erről a bolygóról, vagy erre a bolygóra. Azon túlmenően, mivel juthat el abba a célba, amiért leszületett, milyen feladat teljesítése véget tud oda jutni, tehát milyen feladatot kell végezni, hogy az ember ideális feladatot, hogy az ember eljusson a küldetéséhez. De megint csak nem csak saját maga tudja az ember ezt az ismeretet megszerezni, mármint úgy értve, hogy saját magával kapcsolatosan, hanem bárkiről meg tudja állapítani, hogy mi lenne az ideális feladata neki, hogy elérje a küldetését. Tehát egy ilyen hónapot kezdtünk, de nem csak ezt, hanem például olyanokat fogunk tanulni, hogy éppen, mit tudom én, abban az évben, amiben vagy, akkor mi lenne az ideális számodra, amit tennél, vagy amit nem tennél. Vagy az adott hónapban, vagy az adott napon akár, mi lenne az ideális, hogy mit tegyél, vagy mit ne tegyél. Érted? Tehát energiaszinten, és ebben tudsz esetlegesen majd másoknak is segítségére lenni, hogy más is hozzájusson ilyen információkhoz tőled, ha szeretne, stb. Stb. Tehát lényeg az, hogy az energiák úgy működnek, hogy eleve mindenki küldetéssel született, eleve, és a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy neki mi a küldetése. Tehát fogalma nincs. Pedig az ember úgy működik, hogyha a küldetése felé halad, tehát a küldetés az mindig az a cél, amit, az az egy cél, ez nem változik sose leszületésedtől, amit neked teljesítened kell, amit a leszületésed előtt, mint lélek, bevállaltál. Ezt teljesítened kell. Na most ehhez kapcsolódóan az én küldetésem elég érdekes, mert nekem egy kicsit ilyen emberiség megváltó küldetésem van. Nem kicsit, hanem nagyon, csak úgy mondanám. És ezért, mivel lesz a küldetésem, ezért kellett létrehozni egy olyan közösséget, ahol az elnyomók baromi mód nem tudnák jól érezni magukat, ezért be se jönnek. Tehát be se jönnek. Tehát lényeg az, hogy ráadásul, ugye, ha az ember nem azt a feladatot végzi, amivel a legkönnyebben tudja elérni a küldetését, akkor ugye az imént említettem, hogy nem érzi jól magát az élete során a bőrében, és ugye ez nálam megvan határozva, hogy milyen feladattal kell elérnem a küldetésemet, és ugye én azt a feladatot csinálom, amivel nekem el lehet érni a küldetésemet. Illetve a küldetés elérése az egy olyan dolog, hogyha elérted, nem olyan, mint egy hagyományos cél. Tehát a hagyományos cél az olyan, hogy kitűzöl egy célt, például, hogy mondjuk elmész nyaralni. Mit tudom, ekkora, akkora mentek nyaralni. Kitűzted ezt a célt. Majd ott vagy, megvalósult, kész. Érted? Tehát az összes cél olyan, ha megnézed, hogy mit tudom, kitűzted azt, hogy veszel egy házat. Megvetted, meg teljesült, érted? A küldetés az nem ilyen. Az olyan, hogyha már elérted, akkor azt tovább kell csinálnod. És addig, ameddig élsz, nincs befejezve. Világos ez? Az azt jelenti, hogy olyan küldetést kapott minden ember, hogy ameddig él, onnan odáig,
és onnantól, hogy elérte a küldetését, ő azt a küldetést tovább tudja csinálni. Világos ez? Egyre magasabb és magasabb szintre tudja fejleszteni az ő küldetését. Tehát az ember küldetése az a célokhoz képest annyiból másabb, tehát ahhoz lehetne hasonlítani, mint egy képességet. Ami azt jelenti, hogy például valakinek, mit tudom én, nem tud zenélni, és akkor kitűzi célul, hogy tudom én, megtanul zongorázni. És akkor eléri utána, de nem marad meg azon a szinten, hogy megtanul zongorázni, hanem azt továbbfejleszti addig, hogy még mondjuk ő lesz a világon a legjobb zongoraművész. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy neki azt a képességét, hogy ő tud zongorázni, azt ugye tovább kell fejlesztenie. És tehát nem csak annyi, hogy na már tudok zongorázni, ez kész, azt el tudom játszani a boci-boci tarkát, vagy mit tudom én. Érted? Szóval vagy annál egy kicsit többet is. Nem erről szól a történet. Szóval lényeg az, hogy ugye én azt a küldetést kaptam, de ugye honnan tudom ezeket? Egy az, hogy ugye tanultam, hogy honnan lehet ezt csinálni, honnan lehet rájönni ezekre a dolgokra. Tanítom, de azért kontrollképpen megkérdeztem más független emberektől is, akik ilyen dologgal foglalkoznak. Tehát nem egytől, hanem többtől. És mind ugyanazt az eredményt hozta ki, mint amit nekem küldetésként mondtak legelőször életemben. Az nem most volt, az még a 90-es években. Szóval a lényeg az, hogy de úgy független emberek, hogy nem tudják, hogy én mivel foglalkozom. Oké? Tehát nem úgy, hogy tudják, hanem nem tudják, hogy mivel foglalkozom. Szóval lényeg az, hogy neked is van egy ilyen küldetésed, és nagyon érdekes, mert itt van az aranykor, mindjárt beszélek erről egy kicsit, és azon belül mindenkinek a küldetése ebbe belefér. Na most lényeg az, hogy az aranykor ugye az egy olyan társadalmi forma, ahol nincs elnyomó. Nem azért, de most képzeld el, az elnyomók olyanok, hogyha valaki elnyomó, abból soha nem lesz szociális ember. Tehát nem változik meg szociális irányba. Tehát ha már valaki elnyomó, az is marad. Világos ez? Tehát meg lehetne változtatni, csak nem éri meg a fáradtságot. Világos ez? Tehát olyan hatalmas fáradtságot jelentene szociális emberektől, hogy nem érné meg. Ezért nem igazán láttunk még olyat, akik ugye ezzel foglalkoznak, hogy egy antiszociális ember, tehát egy elnyomóból szociális ember lett. Tehát én még ilyet nem láttam, de másról se hallottam, hogy ő már látott volna ilyet. Na és lényeg az, hogy evel kapcsolatban, ha nem felejtem el, és szóltok, akkor a klubban majd beszélek, jó? Tehát erről jutott eszembe egy gondolat, és a klubban ezt a gondolatot majd megosztom. Így van, hogy látszólag hogy változnak meg, és hogy lehet bebizonyítani azt, hogy ő mégis elnyomó maradt. Érted? Jó, tehát ezt a fölírjátok, akkor erről majd beszélek egy olyan emberrel kapcsolatban, aki ilyen világhíres. Jó? És látszólag megváltozott, de mégse. Jó? Tehát a nép azt látja, hogy megváltozott, de mégse.
illetve a népek azt látják, hogy megváltozott, de mégsem. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az a fontos, hogy akkor hol lesznek az elnyomók? Gondold végig, hogyha az elnyomókból nem lesz szociális ember sose, akkor hova lesz 2000, hol lesznek az elnyomók 2035-től? Gondold végig. Szóval lényeg az, hogy ez a 2035-ös aranykor, ez nem földi indítatású, jó? Ez égi indítatású, az azt jelenti, hogy az égiek szorgalmazzák ezt a dolgot, mert ezzel akarják beteljesíteni az emberiség küldetését. Tehát az azt jelenti, hogy az emberiség küldetése az egyének küldetése. Tehát az emberiség küldetése az egyének küldetéséből áll össze, és nem fordítva. Tehát nem az egyének alkalmazkodnak az emberiség küldetéséhez, hanem az emberiség küldetése alkalmazkodik az egyének küldetéséhez. Világos ez? Na most, az egyének küldetése azon belül, hogy mindenkinek van egy személyes küldetése, még a ugye, mert az a helyzet, hogy a személyes küldetésed erre az életedre vonatkozik, igaz? De neked annál van egy nagyobb küldetésed, ami ezen az életen túli. És ez azt jelenti, hogy minden reinkarnációt során ugyanez volt a kiinduló pont. Tehát a reinkarnáció ugye az azt jelenti, hogy volt egy előző földi életed, és ugye az ottani tudásodat azt a leszületésed előtt kitörlik, marad a tiszta szeretet, és akkor lehet ugye beszületni egy újabb testbe, megkapva ez életi küldetést. De akárhány földi reinkarnációd volt, mindig azzal indult az egész, tehát mindig azzal, hogy maga a lelked az, ami reinkarnálódik, ugye ezt remélem mindenki számára világos, a tested az nem tud, sőt, a lelked az öröklétű, tehát az egyszer létrehozták a lelkedet, nem többes szám, létrehozta egy bizonyos lény, szokták ezt több néven is emlegetni, ezt az egy bizonyos lényt, létrehozta a lelkedet, és onnantól kezdve a lelked az örök létre van idézőjelben kárhoztatva. Szóval ez azt jelenti, hogy az a földi lét, amiben vagyunk, az annak az ideje, amit az emberi lélek azzal tölt el, hogy olyan szintre fejlődjön, hogy képes legyen tökéletesen különbséget tenni a jó és a rossz között minden szinten, és a jó-jó között is különbséget tenni, és a rossz-rossz között is, és képes legyen úgy továbbfejlődni, hogy mindig a legmagasabb jó elvét követve. Nem tudom, elég világos voltam-e. Na most ettől a legtöbb ember olyan messze áll, mint Makó Jeruzsálemtől. És lényeg az, hogy ezt nem tudod több élet során megvalósítani, ezt egy élet során lehet megvalósítani, mivel azért nem tudod, nagyon egyszerű, azért nem tudod több élet során megvalósítani,
Mert az előző életednek nincs folytatása. Mert ugyanis kitörölték a tudásodat. És ezáltal, hogy kitörölték, nem emlékszel az előző életedre. Tehát nem tudsz arról a szintről továbbfejlődni, amilyen szinten ott hagytad az előző földi létedet. Világos ez? Ezért ugye ez egy nehézség, hogy egy földi lét alatt el kell azt érni, hogy az ember képes legyen egy magasabb létformába jutásra. Ugyanis a magasabb létformában képes a lény, azért nem mondom, hogy ember, mert magasabb létformában nem, már nem emberről beszélünk, magasabb létformában képes a lény a legnagyobb jó alapján, elve alapján cselekedni. Világos ez? Na most, ha ezt megnézzük, ezt a dolgot, akkor ez azt jelenti, hogy egy óriási lehetőséget, úgy is lehetne mondani, hogy sanszot kapott az emberiség, amire példa nem volt a történelem során. Tehát nem emlékszünk olyanra a semmi írásban, hogy lett volna ilyen a történelem során, hogy az emberiség egy része, vagy nagy része, tehát nem csak bizonyos emberek, hanem az emberiség nagy része, az bekerüljön egy magasabb létformába. Na most ez azért most tud megvalósulni, mert a technika odafejlődött, hogy ezt meg lehet valósítani. Tehát ugye Jézus ezzel a céllal jött le, hogy az emberiséget olyan szintre fejlessze, hogy bekerülhessenek az emberek egy magasabb létformába. Buddha is ezért jött le, csak úgy mondanám, de egyiknek se sikerült. Miért nem sikerült? Mert nem volt internet. Ilyen egyszerű. Oké? És amikor ő mondjuk Jézus beszélt a Gecsemáni kertben, akkor nem hallották a föld túloldalán. Sőt, még 2 kilométerre biztos, tehát valószínűleg még 2 kilométerre tőle sem hallották. Oké? Tehát lényeg az, hogy ugye Jézusnak volt 13, csak ez nem a lényeg, ez csak ide eszembe jutott közben, hogy Jézusnak volt 13 tanítványa. De itt nem 13 tanítványra van szükség, hanem 300 millióra. Érted? Kicsit nagyobb a különbség. És nem csak egy nyelven, hanem a világon mindenféle nyelven. Tehát lényeg az, hogy az aranykor az egy átmeneti korszak. Mihez? Nézzük meg. Tehát, ha körülnézel, meg lehet állapítani, hogy mi a legfontosabb cél az emberek életében. Megnézel egy konkrét szemét, és mi az ő legfontosabb célja? A túlélés? Hát most elég sok embernek az volt a célja, ez bebizonyosodott ebben a másfél évben. Nem. Az a legalacsonyabb lelki szint. Az majdnem állati szint, érted? Egy kicsit magasabb, mint az állati szint.
Mert az állatnak egy célja van, a túlélés. Nincs más. Semmilyen állatnak nincs más célja. Egy van, a túlélés. És ehhez képest nézd meg, hogy százmilliók ezen a szinten működnek. És te azt gondoltad, meg én is, hogy biztonság szintjén vannak. Nem. Ezt gondoltuk. Nem. Túlélés szintjén. Bebizonyosodott. De hát vannak olyan emberek, akiknek a biztonsága fontos. És ez azt jelenti, hogy ugye a biztonságban, ha érzik magukat, akkor jól érzik magukat. És nem is akarnak nagyon onnan följebb jutni. De a biztonság az még mindig egy nagyon alacsony lelki szint. Jó, jobb, mint a túlélés szintje. De ez azt jelenti, hogy a túlélést és a biztonságot tudod, mi az, ami mozgatja? Az anyag. Tehát az anyag iránti igény. Oké? Tehát amikor az anyag mozgatja az embert, például a túlélésnél, akkor az anyag éljen túl. Nem baj, ha a lelke szenved. Mert azt se tudja, hogy van lelke. Érted? De az anyag, maga a teste az éljen túl. Érted? És sokan, nagyon-nagyon sokan így működnek. Nagyon sokan. Megnézed, Magyarországon csak nem a 60%. Így működik. Mondom, a biztonság az egy jobb szint, mint a túlélés, mert aki biztonság szintre törekszik, tehát a biztonságra törekszik, tehát biztonság szintjén van, az már úgy érzi, hogy ő a túléléséről gondoskodott, a túlélése meg van oldva. Tehát most mindegy, hogy valaki azért van a túlélés szintjén, mert mit tudom én, nincs elég pénze, és éhezik, vagy fél attól, hogy egy betegség elviszi. Mindegy. Érted? Akkor is a túlélés szintjén van. Oké? Na most a biztonságra törekvés, tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy kívülről az anyagon keresztül akarja megoldani a biztonságát. Tehát például, mit tudom én, akkor érzi magát biztonságba, hogyha jó nagy fallal körülveszi a házát. Vagy akkor érzi magát biztonságba, mondjuk, hogyha testőrökkel járkál. Vagy akkor érzi magát biztonságba, ha van elég pénze, és nem kell nélkülöznie. Érted? De ez mind külső dolog. Az nem bennük jött létre a biztonság. Márpedig a biztonság valójában az nem egy külső dolog, hanem az egy belső dolog. De ennek az elmagyarázását most nem fogom megtenni, mert ez már képzés, oké, lenne. És azt a nem erre a részre tartogatom a képzést. Na nézzük tovább. Vannak olyanok, megnézed, tehát a legtöbb ember ma a világban sajnos a túlélés szintjén van. Nemrég, még 2 évvel ezelőtt azt hittük, hogy a biztonság szintjén. Nem. Bebizonyosodott, hogy a túlélés szintjén mozognak. Tehát egy kisebb rész él a biztonság szintjén, még kisebb rész a valahova tartozás szintjén. A valahova tartozás az azt jelenti, hogy egy közösségben van az ember. Tehát nem, a család nem ide tartozik, jó? Hát egy közösségben. Tehát bármilyen közösségben az ember részt vesz, hát részt vesz. A Facebook az nem közösség, jó? Maradjunk ennyibe. Az virtuális közösség, az nem hozza a valahova tartozást, és semmilyen más virtuális közösség
nem hozza a valahova tartozást. A valahova tartozás az azt jelenti, hogy egy olyan csapatba tartozok, akikkel találkozok. Világos ez? Tehát attól, hogy te azt képzeled, hogy mondom azoknak, akik ugye nem itt tanulnak még, attól, hogy te azt képzeled, hogy a közösségi portálok az egy közösség, attól az nem az. Jó? Tehát mondom, annak a feltételnek meg kell felelni, hogy találkozol a csapattagokkal. Világos? Hát lehet, nem biztos, hogy mindenkivel, de akik ugye összejárnak, azokkal találkozol. Tehát ugye mi szorgalmazzuk azt, hogy az emberek eljussanak innen, ugye ide, mert nem lehet átugrani egy lelki szintet. Tehát ez lépcső. Olyan, mint a lépcsőn mész, és nem lehet két lépcsőt fellépni a lelki fejlődésben. Ott lépésről lépésre lehet haladni, és hiába akar valaki átugrani. Engem nem érdekel a valahova tartozás, én akkor is elérem az elismerés szintjét. Nincs ilyen, nem tudja az illető megcsinálni. Oké? Tehát akkor tudja az ember elérni az elismerés lelki szintjét, ha már teljesítette a valahova tartozás lelki szintjét. Tehát ezért például nálunk, ugye, szorgalmazzuk azt, hogy találkozzanak az emberek. Ha például mondjuk valaki külföldön hallgatja az előadást, akár tengeren túl, vagy teljesen mindegy, hogy hol, akkor a környezetében hozzon létre egy saját csapatot, akikkel rendszeresen összejár. Világos ez? És semmi gond, ha sokan lesztek, meglátogatlak benneteket, és onnan tartok előadást. Jó? Tehát bárhol a világban, csak úgy mondom. Jó? Tehát ha bárhol a világban sokan lesznek egy helyen, akkor elmegyek oda előadást tartani. Jó, és akkor onnan lesz sugározva az előadás interneten. Szóval a lényeg, hogy az elismerést azt tudja, elismerés szintjét azt tudja elérni, akinek saját csapata van, és a csapata tagjainak tud adni elismerést. Tehát az elismerés lelki szint úgy működik, hogy adsz embereknek elismerést, és kapsz tőlük elismerést. És ez rendszeres. Majd az önmegvalósítás az azt jelenti, hogy az már a tanítás szintje, amikor amit tudsz, átadod a csapatodnak. Vagy akár nem csak a csapatodnak, hanem másoknak is. Oké? De ha megnézed, ezek a 4-es, 5-ös nem működik saját csapat nélkül. Tehát eleve például a PPH-ban senki nem tarthat úgy előadást, ha nincs saját csapata. Oké? Bár én tudom azt, hogy sokan jelentkeztek már ide, és azt mondták, hogy ők szívesen tartanának itt előadást. És akkor, mikor azt mondtam nekik, hogy először hozd létre egy saját csapatot, majd akkor tarthatsz, akkor gyorsan már nem tetszett nekik a dolog. Jó? Tehát lényeg az, miért? Mert nekem nem az a célom, érted, hogy az embereknek előadást tartsunk, hanem az a célom, hogy az emberek eljussanak az aranykorba, és az aranykorba nem lehet lelki fejlődés nélkül eljutni. Érthető ez? És az aranykorba akkor jut be az ember, ha eljut a küldetés szintjére. Na most itt meglátod, itt van, három része van bontva az összes lelki szint. Tudod miért? Mert amikor az ember még ezeken a szinteken van, akkor gyakorlatilag a gondolatai az semmi más körül nem forognak, csak az anyag körül. Tehát ezek az anyagi lelki szintek. Ez miért van megint különbontva a többitől? Mert ez a vegyes gondolkodás,
ahol még van anyag, jelen van az anyag a gondolkodásban, és már megjelenik a szellemi gondolkodás, tehát a szellemiséggel való foglalkozás. Oké? Tehát hogy az embernek már kettős gondolatai vannak, tehát az azt jelenti, hogy anyagi dolgokban is gondolkodik, de már szellemi dolgokban is gondolkodik. Értjük ezt? Na most van a 6-os-7-es szint, ahol minden a szellemiségből indul ki, és az anyag az teljes egészében alá van rendelve a szellemi dolgoknak. Világos ez? Tehát ameddig itt vagyunk a Földön, mivel emberi testben vagyunk, és ez anyag, ezáltal ugye az anyagról nem tehetünk le, mert leteszünk az anyagról, akkor meghalunk. Ezáltal ugye az anyaggal foglalkozni kell, de nem mindegy, hogy az anyag a cél, vagy az anyag csak egy eszköz. Világos ez? És ugye megnézed, az emberek zöménél nagyon nagy százalékánál, ritka kivétellel anyagi célok vannak. Világos ez? Tehát az anyagot a 6-os, 7-es, a küldetés és a beteljesülés szintjén lévő emberek már alárendelik a szellemiségnek, és az anyag az nem cél, csak egy eszköz. Világos ez? Na most lényeg az, hogy azt gondolja valaki, hogy beengedjük, de nem fogjuk, sőt, ha kell, becsukjuk az ajtót, és bekapcsoljuk a légkondit. És akkor nem halljuk, és nem halljuk, becsukod, és bekapcsolom a légkondit. Beengedte valaki a kapunál. Jó. Szóval a lényeg az, hogy miért fontos ez? Tehát az aranykor az egy társadalom, egy olyan társadalom, ahol nincsenek elnyomók. Mi lesz az elnyomókkal? Meg mi lesz azokkal, akik nem haladnak? Tehát nem haladnak. Tehát a születésünk az nem tőlünk függött. Tehát hogyha a fentiek nem akarták volna, hogy te megszüles, akkor te nem születtél volna meg. Ez olyan szinten működik a születés, hogy a fogantatás tudják pontosan, hogy mikor lesz. Érted? Előre tudják. Ugyanis a fogantatással jön le a lélek. Tehát a lelked akkor jött le, amikor megfogantál. Tehát nem akkor, amikor kiszámolták, hogy mikor fogsz megszületni, és na, akkor most már tudjuk, hogy na, már vajudik, már jönnek a fájások, akkor már hamarosan megszületik, na lélek, akkor legyél készen létbe, azt mindjárt ugorhatsz egyet. Nem így volt. Oké. Okay. Tehát ezért mondom a vajudást, mert ott már nincs plusz-minusz két hét. És lényeg az, hogy gondold végig, hogy milyen tudásuk van, ha pontosan tudják, tudták, hogy mikor fogsz megfogadni. És abban a pillanatban, amint megfogantál, leküldték a lelket. Ezzel van egy nagy gond. Tudod micsoda? Az, hogyha valaki mondjuk elvetél. Vagy ha hát vetélést csinálnak nála. Tehát művi vetélést. Akkor a lélek nagy valószínűség szerint itt marad. Ezt csak úgy mondom, hogyha valakiknél ilyenek voltak, azzal a lélekkel valamit kellene kezdeni. Mi tudjuk is, hogy mit kellene kezdeni, okay? De ezt nem itt fogom elmondani. Oké? Okay? Szóval a lényeg az, hogy a lélek tehát onnan attól a pillanattól ide lejött. És
Ha nem akarták volna, hogy lejöjjön, akkor nem jött volna le. Tehát elsősorban a fentiektől függött, hogy leküldték-e a lelket, vagy sem. Világos ez? Tehát ha ők nem akarták volna leküldeni, akkor te nem jöttél volna le. Na most, ez azt jelenti, hogy tőlük függött a születése minden embernek. És azt gondolod, hogy a haláluk nem. Tehát azt gondolod, hogy a halálba nem tudnak beavatkozni, ha a születésbe ilyen szinten be tudnak avatkozni. Akkor a halálba nem tudnak beavatkozni. Mit gondolsz, miért vannak balesetek? És baleseti halál miért van? Az összes baleseti halál az beavatkozás következménye, az összes, mind kivétel nélkül. Az összes olyan haláleset, ami hirtelen halál. Tehát nem hosszú előkészülete volt a halálnak. Az mind beavatkozás. Tehát az összes hirtelen halál. Az összes olyan halál, ami nem csak hirtelen, hanem mondjuk pár napon belül, vagy pár héten belül elmegy. Az összes az beavatkozás. Világos ez? Tehát beavatkoztak, hogy elinduljon az a folyamat, hogy a halál a vége. Világos ez? Le kell venni a telefont, és akkor nem csörög. Ne engedd be. Ah. Nem hiszem. Rajta adja a kezét. Szóval a lényeg, hogy a halál is nem mindenkinél, tehát nem azt jelenti, hogy mindenkinél, mert például az öngyilkosnál nem, vagy a természetes folyamatokban szintén nem, tehát amit régen úgy hívtak, hogy végelgyengülés, tudod? Abba sem, mert ugye elindította saját maga az illető. Vagy hány olyan van, hogy valaki megbetegszik és egyszerűen feladja? Ott sem. Ott se kellett. Tehát ő nem akar túlélni, hanem feladja. Tehát rengeteg ilyen van, de ugye akik nem akarnak meghalni, de azt akarják, hogy ne éljen, egy pillanat alatt ki tudják vonni a forgalomból. Világos ez? Szóval lényeg, hogy egy olyan módon lesz elérve az aranykor, hogy nem lesznek elnyomók. Oké? Tehát nem lesznek elnyomók. Az azt jelenti, hogy ha nincsenek elnyomók, és vannak a szociális emberek, akkor gyakorlatilag fejlődhetnek a szociális emberek. Érthető? De addig, míg elnyomás van, és elnyomók vannak, addig nincs fejlődés. Mármint tartós fejlődés. Na most, de ha te elindítod azt a folyamatot, hogy kezded majd szépen magadat elszeparálni az elnyomóktól, akkor hamarabb elindul a fejlődésed. Érted? De ha tartod magadat ahhoz, hogy körülvesznek az elnyomók, körülvehetnek az elnyomók, akkor ne csodálkozz azon, hogy a fejlődésed az nem töretlen. Mert akkor azt fogod mindig látni, hogy a fejlődésed megtörik. Tehát vagy tudatos leszel, és folyamatosan készülsz arra, hogy egyre kevesebb és kevesebb elnyomói befolyást kapj, vagy nem vagy tudatos, és úgy éled az életedet, mint eddig,
De akkor ne csodálkozz, hogy nem lesz jobb. Mi az a jobb? Nem anyagi szempontból kell csak a jobbat érteni. A boldog élet az gyakorlatilag 5 plusz 1, mondjuk 6 feltétel. Az azt jelenti, hogy az ember működtesse a szeretetet kellőképpen. Tehát az első a szeretet, és ez az alapja az egésznek. Tehát, hogy tudjon adni elég szeretetet az ember, és ezáltal tudjon kapni is elég szeretetet. Tehát meglegyen a szeretet forgása, körforgása. Azután a következő, hogy az ember képes legyen arra, hogy egészségesen élje az életét. Ennek feltételei vannak. Az ember, ha ezt tanulja, ezeket a feltételeket teljesíteni lehet. A harmadik, hogy tudjál adni elég elismerést. Ez azt jelenti, hogy elismerést adsz, elismerést kapsz, erről már az imént beszéltem. Ezután, hogy szabad életet tudj élni. Mit jelent a szabad élet? Ez azt jelenti, hogy neked az legyen az érzeted, hogy te teljesen szabad vagy. Világos ez? Mert a szabadság az relatív. Mert ugyanis kinek mit jelent a szabadság? Vannak, ami például az egyik ember azt mondja, hogy én tök szabad vagyok, a másik meg azt mondja, hogy én úgy élnék, mint te, akkor én nem érezném magam szabadnak. Tehát ezért mondom, a szabadság az maga relatív. Itt az a lényeg, hogy az az adott személy az azt érezze, hogy ő teljesen szabad. Világos ez? És nincs mások által korlátozva. Tehát semmilyen formában. Világos ez? Azt mondja, hogy az ötödik a pénz. Legyen az embernek elég pénze, mert még egy ilyenfajta társadalomban élünk, ahol még ez számít. És az 5 plusz 1 az azt jelenti, hogy érezd jól magad a bőrödben. Oké? Azért 5 plusz 1, mert hogyha az 5 megvan, akkor ez automatikusan megvan a hatodik. Jó? Tehát ha az ember azt akarja, hogy ezeket megkapja az életben, ezt a hatot, akkor az kell, hogy kezd elvonni magadat szépen, fokozatosan az elnyomók hatásától. Érted? És ha ezt nem tanulod meg, nem kezded el, nem tűzöd ki célul például, és nem haladsz e felé, akkor ezt soha nem fogod megvalósítani, és a fejlődésed soha nem lesz töretlen. Oké? Na, ez persze kapcsolódnak ilyen dolgok, hogy lehet, hogy akkor előbb-utóbb majd foglalkozást is kellene váltani, stb. Stb. Jó? A hetedik lelki szint, amit ebben az életben el kell érni, tehát mondtam, hogy egy élet alatt tudja az ember a hét lelki szintes fejlődést elérni, és feljutni a hetedik lelki szintre. Tehát nem tudod azt, hogy na most akkor ebben az életben tudom, eljutok a hármasig, akkor a következő életben az ötösig, a következő életben meg akkor majd a hetesig, nincs ilyen, jó? Vagy egy életben megcsinálod, vagy nézhetsz a lukon. Ennyi. Oké. Okay. Jó? Tehát nincs más megoldás. És ha az ember megcsinálja, akkor mi annak a jutalma? Tehát a beteljesülés szintjén az ember már képes arra, hogy feltétel nélkül együttműködjön másokkal. Oké? Okay? És képes arra, hogy a legnagyobb jó elve alapján cselekedjen. Tehát azt kell megérteni, hogy a szellemi fejlődésed emelkedik majd, mész fölfele a lelki szinteken, úgy válsz olyanná, aki nem szorul irányításra. Tehát minél magasabb szinten vagy, annál inkább nem szorulsz irányításra, de akkor hogy lehet együttműködni? Nem kell irányítás, hanem a magas szinten való együttműködés, tudod mit jelent? Az azt jelenti, hogy egyszer megbeszélnek dolgokat, és mindenki
csinálja a dolgát, és senkit nem kell kontrollálni. Világos ez? Tehát a vezetés az egy kontroll. Ma az emberek kontroll nélkül nem nagyon teszik a dolgukat. Tehát kell egy vezetőnek kontrollálni, hogy tegyék az emberek a dolgukat. Az aranykorban el tud az ember már jutni arra, hogy úgy tudjon működni, hogy őt nem kell kontrollálni. Világos ez? Tehát egyszerűen megbeszélik az emberek a dolgokat, és utána mindenki teszi a dolgát, abszolút kontroll nélkül. Tehát milyen kontroll lesz az ő tevékenységem? A saját kontrollja. Világos ez? Tehát nem kell egy külső kontroll. Tehát a léleknek meg kell azt tanulnia, hogy képes legyen külső kontroll nélkül tevékenykedni. Persze vannak olyan emberek, akik ezt meg tudják csinálni ezen a bolygón, a lélekszámhoz képest nem olyan sok. Főleg nem itt a nyugati társadalomban. Jó? Tehát most gondold végig, azért régebben jobb volt a helyzet, amikor mondjuk saját gazdálkodásuk volt az embereknek. Mert akkor kontroll nélkül tették a dolgukat. Jó, most meg átbillentek ugye a túloldalra, ahol kontroll nélkül nem teszik a dolgukat. No, hát lényeg az, hogy egy olyan küldetést valósítunk meg, ami a történelem legnagyobb küldetése. És ha nem valósítjuk meg, és netántán sikerülne valakinek vagy valakiknek ennek a megakadályozása, akkor ennek tudod mi a következménye? Ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor fogják, kimentik azokat, akik megérdemlik, az jelenleg egy nagyon kis szám lenne a bolygóról, és a többire meg rárobbantják a bolygót, és utána összeszedik a lelkeket, átviszik ugye a Marsra vagy a Vénuszra, mert ott van ugye a létközi állapot, tehát Marsban, Vénuszban, persze nem a Marson, Vénuszon, hanem a Marsban, ott van a létközi állapot, és a létközi állapot után lehet újra születni egy kína fészkes fenében lévő bolygón, bár a Földhöz hasonló, kín az univerzum szélén lévő bolygón, lehet újra születni, de most gondold végig, az újraszületés, amikor egy emberiség létrejön, akkor az gyakorlatilag mondjuk egy 100 fővel szokott létrejönni. Ilyen 100-200 fő között. És képzeld el, akkor ez a mondjuk 8 milliárd ember, ez mikor fog újra születni? Mikor jut oda a szaporodás, hogy újra születhet a 8 milliárd? Számolt ki. Baromi soká. Úgy, hogy nincs olyan, hogy orvos, meg orvosi ellátás, meg ilyenek, hanem túlél, nem, akkor megy a létközi állapotba. Érted? És ez nem ijesztgetés, ez lesz. Oké, ha az emberek nem akarnak fejlődni. Ennyi. És ennek megvan az oka, hogy miért. Jó, tehát erről én már beszéltem díjmentes részben, erről most nem fogok beszélni, hogy miért van ez így. Tehát nem azért, mert a hasukra ütöttek, és ennek így kell lenni, hanem ennek pontos oka van, hogy miért kell ennek így lenni. Jó, szóval óriási feladat van, de egy nagyon jó feladat, ha megnézed, bevinni az emberiséget az aranykorba. Ez tök jó, nekem tetszik. Ennél jobb küldetést el se tudnék képzelni, nem? Nem csak magamnak, senkinek, nem? És ez egy olyan küldetés, amit meg kell csinálni. És gyakorlatilag tőlünk függ, hogy megcsináljuk, vagy sem. Az a tőlünk az azt jelenti, hogy mi tőlünk emberektől. Oké? És akik meg nem akarnak fejlődni, vagy nem akarják, hogy itt aranykor legyen, azok meg így jártak, ennyi. Fogják a fentél, kivonják a forgalomból ezt. Ennyi. Erre kiváló eszköz például ezek a vírusok. Nem?
például. Oké? Na, szóval, köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha szeretnél egy olyan küldetésben részt venni, ami a történelem legnagyobb küldetés, akkor itt a helyed, ha nem, akkor meg így jártál. Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a háziasszonyuknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus képzést. Én nagyon szeretem hallgatni, hiszen annyi témakört szóba hoz, illetve annyira érdekesek, amiket tanít, illetve előadásban hallgatunk. Én azóta is ezért szeretem hallgatni. Szeretnék mondani pár gondolatot magamról is. A civil foglalkozásom, recepciósként dolgozom egy irodában. Házasságban élek a párommal, és Budapesten élünk. Én azért kezdtem itt tanulni a Nyílt Akadémiánál, nekem édesanyám javasolta Csonka Erzsébet, hogy hallgassak bele az előadásokba, ő már itt tanult egy ideje, hogy mennyire sok mindent tanul és milyen fontos dolgokat hall. Én gyerekkorom óta ugye nyitott voltam már a szellemiségre, már érdekelt akkor is, és felkeltette a figyelmemet, hogy miről is szólhat. Elkezdtem hallgatni, és nagyon megtetszett, és egyre kíváncsibb lettem, hogyha ilyeneket mond az előadásban Szedlacsik Miklós, akkor milyenek a képzések. És én el is kezdtem a képzést, és azóta is itt tanulok, a diploma után is. Azért kezdtem el főként, mert szerettem volna változtatni az életemen. Én akkoriban Ausztriában éltem, vendéglátásban dolgoztam, és nagyon nem éreztem jól magam. Nem találtam a helyem. Nem éreztem, semmi boldogságot nem éreztem, és úgy gondoltam, hogy itt megkapom azokat a lehetőségeket, válaszokat, amivel javíthatok az életemben, kihozhatom magamból, amit szeretnék, illetve akkoriban, hát mondjuk úgy, hogy depressziós is voltam. Azóta teljes hangulatváltozáson mentem keresztül, jól érzem magam, egyre nagyobb az önbizalmam, az önértékelésemet is sikerül visszaépíteni, és ezt Szedlacsik Miklósnak köszönhetem. Illetve fontosnak tartom, mert nagyon akadályoztak engem a saját kis gondolataim, mondjuk úgy, hogy negatívan gondolkoztam, és rájöttem, illetve Szedlacsik Miklós tanításainak, tanácsainak hatására elkezdtem feldolgozni úgymond a múltamat, a múlt akadályait, és egyre jobban érzem ettől magam. Köszönöm szépen Szedlacsik Miklósnak a lehetőséget, hogy a mai előadás házigazdája is lehetek. És a szünet után, körülbelül 20 perc szünet után, 25 perc után személyiségfejlesztő kócsképzésünk lesz, melyen, ha lehetőséged van, szeretettel várunk. Ha mégsem tetszik a lehetőség, akkor szeretnék elköszönni. Most pedig 25 perc szünet következik.